parancsolját, Péter. Linka Péter Jasszony. Köszönöm szépen. Linka Péter vagyok. Mondhatom azt, hogy lokálpatriótaként szeretem. Nekem mindig is Kelenföld marad, bár a mai modern neve Újbuda. Gyakorlatilag a gyermekkoromtól kezdve én itt nőttem fel a kerületben. A első szocialista lakótelepen gyermekeskedtem, ez az Allende parki híres nagy lakótelep, ami azonnal sokunk számára örökélményeket tart. Kulcsos gyerekként ott nőttem fel, utána a családalapítás után Borna visszatér, Zámori utca, utána volt egy gazdagréti pár év. Eredeti szakmám nekem cukrász, itt is nem tudok eltávolodni annyira a kerülettől, hiszen cukrász tanulóként a sportszálló, ma már flamengó szállóként nevezik, a Feneketlen tónál ott kezdtem tanonc pályafutásomat, és nagy büszkeséggel tölt el, hogy a hátunk mögött levő Gellért szállónak vezető cukrászaként is dolgozhattam. A kerülettel kapcsolatosan szeretném azt kiemelni, ami nagyon fontos, hogy a kerület megtelt. Tehát ez azt jelenti, hogy semmiféle infrastruktúrában, semmiféle háttérintézményekkel nincs felkészülve a kerület arra, hogy az egyre nagyobb túlnépesedésnek a vonzatait óvoda, iskola, orvosi rendelők nem állnak rendelkezésre. Jelenleg több mint 20 ezer lakás épül még a kerületben, akkor, amikor már kint van a megtelt tábla. Nyilván ezekhez a lakásokhoz a jogszabály úgy írja elő, hogy egy parkolóhelyet kell biztosítani, hogy azok meglegyenek, de az a tapasztalat, hogy ma már a családokban általában nem egy autó van. Illetve ez a több mint 20 ezer lakás, ez szorozzuk be lakásonként 2-3-4 emberrel. Tehát ez egy hihetetlen nagy problémát jelent. A kerületben van még egy most nagyon-nagyon felkapott és jogos probléma. A Tétényi út és az Etele út sarkán levő városközpontnak az épülete, amely jelenleg 80%-ban a főváros tulajdona, 20%-ban az önkormányzaté, és egészen véletlenül derült ez ki, hogy a főváros ezt el akarja adni. És ezt gyakorlatilag a bérlők is úgy tudták meg, hogy mindenféle ilyen sajtó megjelenésekből, hogy hoppá, mi derült ki. Tehát ők nem voltak ebben tájékoztatva, gyakorlatilag neki 2023-24-ig élő szerződésük van a fővárossal, és semmiféle tájékoztatást nem kaptak. Tegnap én találkoztam a civil szervezetekkel is, és gyakorlatilag azt kérjük, követeljük, hogy igenis a kerület és a főváros ennek az ingatlan projektnek a kapcsán igenis egyeztessen a bérlőkkel, és ne a kétszintes szolgáltatóház helyén egy 30 méter magas irodaház, vagy egy újabb lakóház épüljön, mert a lakóknak nem erre van szüksége. Köszönöm szépen!